Halászlét szeretünk volna készíteni, de birka pörkölt lesz belőle végül is. Volt, aki így oldotta meg a problémát, és nem halat, hanem birkát főzött a szombati főzőversenyen. Sokan azonban nem mondtak le a halról, ha már a Tiszaparton voltak. Itt például halfasírt készült. Ez a csapat pedig halat sütött. A háziasszony is panaszkodott, amiért megtiltották a halászatot. A páromnak a testvére is halász, és vissza kellett adni azt a régi mesterséget, úgyhogy ez elég fájó, csak nagyon kevés halat lehet fogni. Ebben az üsben hagyományos halász lé főtt. A szakács úgy látja, nem volt tisztességes, hogy megtiltották a halászatot. És én azt gondolom, hogy ez az uniós intézkedés nem teljesen korrekt a halászokkal szemben, hisz évszázados hagyománya volt a környékünkön is a halászatnak, ami teljes mértékig azokat az embereket, akik tradicionálisan ezt végezték, családról családra szállt ez a hagyomány, azokat nagyon komolyan érint, és ezt nagyon sajnáljuk. A tiszalöki polgármester viszont úgy látja, sokkal több lehetősége lesz így a horgászoknak. Ezért nem tartja rossz döntésnek a kereskedelmi célú halászat megtiltását. Ez nagy öröm. Annak a néhány halász családnak biztos, hogy nem. Én horgász ember vagyok, bár ritkán jutok le a vízre. A horgászoknak ez jó hír. És különösképpen ez szerintem nagy problémát nem jelent. Még egyszer mondom, azoknak a halászoknak, akik ebből éltek esetleg, azoknak trauma, ezt elhiszem, de ez így van rendjén. A halászati tiltás persze senkit sem akadályozott meg abban, hogy jól érezze magát a Széles a Tisza nevű rendezvényen. Több százan szórakoztak szombaton a tiszalöki középiskola udvarán.